A Fehérben játszó, az NB3-as szekszárdi UFC-re épülő Palermo, a szekszárd bátaszék Bonyhád mixből álló, a fináléban is zöld-feketében szereplő Goldkárral találkozott a Fenyőkupa idei döntőjében. Az a két csapat, amely már 6-szor elhódította a serleget az utóbbi két évtizedben, a Fenyőkupa egyébként 37 éves történetében. Nagy és szorosabb meccs lehetett volna ebből, most is minden bizonnyal, ha nincs az a káprázatos egyéni teljesítmény, amit az UFC futballistája Vituska István az egész tornán, de főleg a döntőben bemutatott. 4 remek beszabott gól, plusz egy gólpassz az apró termető játékostól, miután ez is állhatott volna az eredményezőn. Vituska Palermo 6-2. Nagyon szívtuk magunkat, ugye nagyon készültünk rá, tavaly nem sikerült elinduljunk, ugye, más csapatban indultunk, ugye, aztán most végre összejött a csapat, szerencsére mindenki megvolt, ugye nagyon készültük, hogy ahogy újra együtt vagyunk, hogy véghez vigyük ugye a legvégéig, úgyhogy szerencsére az sikerült. Két meccsen nem is tudtam játszani, ugye, a Bovner technika ellen, meg a Polkovács ellen, úgyhogy ott is X-ek voltak, küzdelmes volt a vége, igazán az utolsó nap számít mindig, ott kell a legjobb teljesítményt hozni. Ez a megállapítás egyébként csapattársaira is igaz volt. Egy nagyon erős Palermo volt ugyanis az ellenfél, amelyben az NB3-as UFC alapemberei, mint például Márton Erik vagy Fejes Péter szerepeltek többek között. Cinkol Szabolcs csapatkapitány nem volt szomorú, hogy a legnagyobb riválisuk növelte egyel győzelmi számát a Fenyőkupák történetében. A patinás torna egyébként is e két csapat külön rivalizálásáról is szól. A mérkőzés nem úgy alakult az első félről, ahogy terveztük, mert az ellenfél 2-0 vezetést tudott szerezni, de vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, és ilyenkor általában ugye a lélektani előny annál a csapatnál van, aki föl tud állni úgymond a padlóról. Hát itt sajnos a félidő végén egy figyelmetlenségből kaptunk egy gólt, így a 3-2 volt ugye a félidő. Második félidőben ugye a jól tudom a Vitu villant, ugye ismét egy bedobás után. Utána pedig megpróbáltunk kockáztatni, lehoztuk a kapus, ugye a vészkapussal játszottunk. Hát sikerül az ember fölint gólra, gólokra váltani. Hát sajnos nem sikerült, és így az ellenfél azt gondolom, hogy megérdemelten nyerte maga a mérkőzést. A tavalyi győztes Kriszt Kft. Együttesét éppen a Palermo búcsúztatta az elődöntőben. Vizdár Zsolt csapatvezető a büntető rugásokkal kiharcolt bronzélemre egy okból különösen büszke volt. Bátran kimelem jelenteni, hogy a profi mezőnyben a mi csapatunk szerintem 100 évvel idősebb mindenkinél. Tehát a legidősebb profi csapat mi vagyunk. Nálunk több játékos is volt 40, sőt volt, aki 50 fölött is volt. Az amatőr döntőben feketemezes címvédő Speed és a piros szerelésben játszó Boddi Halásztanya csapatában is jellemzően az egész tornára a 20 évestől már a 40-es években járókig egyaránt megtalálhatók voltak. Úgy tűnt a szekszárdi pirossak összeszokottsága a csapategysége, no és az, hogy belőlük erőlétileg sokkal kevesebbet vehetett ki az elődöntő, mint a Speednél, amely egyébként nagy csatában késztette megadásra a sokszor győztes Velorexet, bő egy fél időn át a halásztanyások végső győzelmét ígérte a meccs. Ám 0-2 után a Speed minőségi cserékkel, ritmusváltásokkal egyértelműen fölénybe került, és remek helyzet kihasználása révén a tavalyi év után ismét elhódította a Fenyőkupát az amatőr kategóriában régóta meghatározó Speed, amelynek tagjai a lefolyás után és az eredmény hirdetés követően is párját ritkítóan nagy ünnepi fiesztát rendeztek a bátaszéki sportcsarnokban.